Hát nagyon sok szeretettel köszöntöm a Felelős Szülők Iskolája nézőit, tanárokat, diákokat és szülőket. Hova tovább 2022 felvételi, középiskolai felvételi expo bőrzen nyílt napok. És hát nagyon sok vendégem van, és én borzasztó jól érzem magam, mert különböző fiúk, lányok, kamaszok, tanulók, és természetesen az oktatójuk is. Ezúttal a Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikumba fogunk elutazni így a virtualitás határain, ami a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum intézménye, és hát mi másról beszélgethetnénk, mint azokról a pályákról, karrierekről, tanulmányokról, amit ti folytattok. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartotok ebben az utazásban, és megosztjátok velünk a saját élményeiteket. Úgyhogy kezdjünk is bele, hiszen különböző évfolyamban jártok, különböző dolgot tanultok, szakály, cukrász, és minden is, ami ennek lehet a vége. És akkor most kezdjük a palitól, jó? Hadd mutassam be nektek Tamás Pált Palit, aki, ha minden igaz, 10. évfolyamban jár. Szia, Pali! Szia, igen, így van, 10. évfolyamos, gundeles vagyok. Ó, na, szuper, jó hallani! Mit tanulsz? Én a technikumi képzés alatt vagyok, szóval 2 éve tanulok turisztikát, szakács, pincért és cukrászatot is. Uh-huh. És a 10. évfolyam végén kell majd eldönteni, hogy a 11. évfolyamtól melyik szakirányt választjuk. Van már olyan, ami ilyen kiszemelt részedre? Meg jó ez neked, hogy így ennyi mindenből választhatsz? Így van, ez nekem nagyon jól jött, mivel sikerült arra ráébreszteni, hogy melyik az, amelyik nem az én világom, melyik az, amelyik egy picit közelebb áll hozzám. És úgy gondolom, hogy én a szakács és a pincér között fogok majd választani, mivel hogy ezek állnak hozzám a legközelebb. Mit érzel, hogy hol kaptál a leginkább betekintést a szakmákba? Tehát mennyire kerültök közel a szakmákhoz? Gyakorlati terepen, akár külföldön, itthon, az iskola keretében belül? Hát úgy gondolom, hogy az iskolában nagyon, nagyon jó, hogy ennyiféle betekintést kapunk a adott szakmákból, illetve van lehetőség Erasmus keretein belül külföldre is kimenni egy nyári szakmai gyakorlatra. Én is voltam tavaly nyáron Németországban, Dampnöv városban, ez már majd, hogy nem a Dánia és Dánia határán van. Én ott szakács pozícióban dolgoztam, élveztem, a társaság is nagyon jó volt, felhőtlenül telt ez a 6-7, egy kiváló szervezésben voltunk ott, illetve most felszolgálóként dolgozom, és ezért is még vacilálok a két irány között. Felszolgálóként dolgozol a suli mellett? Így van, hétvégente. Ah, nagyon jó. Hát akkor itt már abszolút kamatoztatod, amit eddig megtanultál. Igen. És akkor jól értem, ugye, hogy most van az, hogy gyakorlatilag 2 éven keresztül jártál, mert te nyelvi előkészítőben nem jártál, ugye? Te 1 évet jártam nyelvi előkészítőben, ugye 8. évfolyam volt, és ez a technikum kérdés tavaly óta van, és akkor én is ebben már belekerültem, és akkor ebből kifolyólag már tanulok mindent. Uh-huh. Mi kell egy jó felszolgálónak? Milyen tulajdonságokkal rendelkezel? Mit tapasztalsz? Hát én szerintem mindig legyen segítőkész, türelmes, nagyon fontos, és felkészül. Tehát tudja azt, hogy a vendégek miért jönnek oda, és hogy legyen egy pici emberismerete. Uh-huh. Na, hát ez klassz, hogy már ezen is gondolkozol, meg ugye megéled, hogy mikre van szükség egy ilyen szakmába. Motorozzunk tovább a többieknél, jó? Nézzünk most egy hölgyet, mondjuk Csenge, légy szíves, egy kicsit oszd meg velünk azt, hogy te milyen tapasztalatokkal rendelkezel, te életedben is, és ugye a gundeles éveidben is nagyon fontos szerepet játszik a nyelv, ha én jól tudom. Én ugye most vagyok 9. éves technikumi képzésben, a tavalyi évem az nekem is egy nyelvi előkészítő volt, ahol nekem a főnyelvem az a német volt. Ugyanis én általános iskolában 8 évig angolt tanultam, és nagyon hasznosnak éreztem azt, hogy van lehetőségem
egy teljesen új nyelvet megtanulni, és szerencsére egy elég jó szintet elértem ebben a nyelvben is. Uh-huh. És ha jól gondolom, akkor rád jövőre vár az, ami az előbb, amiről beszéltünk Paliról, hogy te szakterületet válasz, vagy ágazatot, igaz? Igen, jövő évben. Igen. Uh-huh. A mostani évben volt alkalmat betekintést nyerni ezekbe a szakmába? Tehát mindegyiket megnézitek, vagy kipróbáljátok, és ezt hogyan kell elképzelni gyakorlati szinten? Hogy láttok bele ezekbe a területekbe? Hát úgy van, hogy két hetente változnak a gyakorlataink. Az egyik héten szakács és cukrász gyakorlatunk van, az rákövetkező héten pedig pincér és turisztika. És hát igen, ugye én is már mind a négy szakterületet ki tudtam próbálni, illetve hát még ugye másfél éven van arra, hogy eldöntsem, hogy mit szeretnék lenni a továbbiakban. Uh-huh. Egy kicsit hagyj faggassalak a gundeles diák életről, mert úgy tudom, hogy te ennek nagyon aktív tagja vagy. Igen. Mit csináltok, amikor, ha a járványhelyzet is engedi, én azt mondom, hogy nagyon jó hangulat van, de hogy tudom, hogy pályaorientációs diákcsapat munkájában is részt veszel, ott mi történik? Hát igazából most így az eddigi tanévben, mert az idei tanévben lehetőségem volt kimenni például külsős helyszínekre, általános iskolákba, illetve ilyen központokba, hogy a mostani 8-osoknak is el tudjam mesélni azt, hogy milyen szuper hely is igazából a Gundel, mert hát tényleg mindenféle elfogultság, meg mindennek tudom azt mondani, hogy ez itt nagyon jól érzem magam minden nap, és nem csak mint iskola, hanem tényleg második otthonomként tudom tekinteni a Gundelt, mint például az emberek miatt is, illetve hát az oktatás is olyan szinten van, hogy szerintem ennél jobb helyről nem lehet kikerülni így ebbe a területben. Te alapvetően ide tervezted, hogy jössz a Gundelbe? Ez volt a sorrendben az első a felvételinél? Igen, a legelső az a Gundel volt nekem, és akkor pontosan az az osztály, hova sikerült felvételt nyernem. Nagyon szuper, hát gratulálok, és további aktív éveket, meg hát jó döntést majd jövőre, hogy a megfelelő szakot választ. Nézzük Kriszta téged, Marosvári Krisztina, aki viszont pontosan is tudja, hogy milyen szak, és itt már azon sillabizáltunk, hogy ha már cukrász, és ennyit elmondhatok, hogy cukrász szakról jössz, hogy mi is a legnépszerűbb, meg a legkedveltebb sütemény. Na Krisztina, mesélj magadról egy kicsit, mi kell ahhoz, hogy valaki cukrász tanuló legyen, mit tapasztaltok, mit tanultok? Hát a tapasztalatom az az eddigiek alapján, hogy ez egy nagyon ambíciózus szakma. Nagyon, nagyon jó meglátás kell hozzá, és viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jónak kell lennie. Például annak is, hogy hogyan tanulsz meg egy receptet. Minden a technológiája egy receptnek, maga az alapanyag hányadok, ez mind nagyon fontos. És úgy gondolom, hogyha magadhoz elkötelezett vagy, akkor a szakmához is. Uh-huh. Na, mesélj nekem arról, hogy milyen volt az első élményed az ilyen gyakorlati foglalkozáson. Mit csináltatok ott? Hát az első gyakorlati foglalkozásom az nekem a kiskótarolát készítés volt. Uh-huh. A tavalyi ágazati alapvizsgának az egyik tétele volt. Uh-huh. Igazából nagyon izgalmas volt megélni ezt, és annyira jó volt, hogy emberien kezelnek minket a tanárok, mint hogyha a kis gyerekeik lennénk, és úgy oktatnak minket, mindent szépen megmutatnak. Például a szakoktató tanárnőm az rendesen megmutatta, hogy vezessem a kést, és úgy vezette a kezemet is, hogy átvegyem az ő mozdulatait, és az annyira jól esett, hogy megbíznak annyira bennünk, hogy ilyesmiket is átadnak így az első gyakorlat során is ilyen tudásokat. És ez nagyon akkor jó. Ez azt mondod, hogy azért ehhez alázat is kell, hogy az ember szorgalmas legyen, ott legyen, figyeljen az aprólékos dolgokra, és akkor utána jön az, hogy majd minden fűszert is, meg ízt is, meg mindenféle kísérletezik, igaz? Igen, ez fontos. Uh-huh. A te képzésed hány éves? Három éves. Uh-huh. És mi a tárfa elvégzett? Hát igazából mindenképpen az érettségi. Uh-huh. És a tavalyi ágazati képzésen a szakács szerelmese is lettem, az a szakmányon elragadott, és azon gondolkodtam, hogy miután az érettségit megszerzem, talán még egy szakmát letenni, ami ugye a szakács lenne,
Igazából ez érdekes volt, hogy ezt a szakmát választottam, mert egy pályaorientációs napon eljött hozzánk egy cukrász, még általános iskolában, és ő mesélt így a vendéglátásról. És akkor már így beleszerettem ebbe a szakmába, és rájöttem, hogy igazából sokat sütök otthon a szüleimnek, meg a családomnak, és egyre több mindent próbáltam, tortákat sütöttem, meg már komolyabb sütiket, ha lehet ilyet mondani, és teljesen magával ragadott, aztán elkezdődött a gundeles év, aminek nagyon örültem, mert ennél jobb iskolát nem találhattam volna. Tényleg a szakma az fantasztikus. Kinek ajánlanád azt, hogy menjen cukrásznak? Mik ennek a szakmának az előnyei? Hát az előnye az mindenképpen az, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen az elkötelezettség, uh-huh. mint a szakma iránt, és hogyha valaki szereti csinálni, szeret alkotni, szereti ezeket a művészi dolgokat, akkor mindenképpen ajánlom neki. És szeret sütni, szereti a hasát. Szabad postolni egyébként, amikor sütte? Igen. Egyébként ez fontos is, mert no. így legalább megérjük, hogy miket használsz, mint azok az ízek, hogy egy kicsit sósabb valami, vagy egy kicsit édesebb. Uh-huh. Akkor hogyan tudod feljavítani, mi az, ami jobbat tenne ennek az egésznek. A gundelpalacsintát el fogjátok készíteni, azért nyugtass meg, mert ezt nem lehet kihagyni. Hát remélem, hogy igen. Oké. Okay. Jó, nagyon szépen köszönöm neked, és akkor sok sikert neked is. Váltsunk át egy fiatal emberre, Benedekre. Balázs Benedek, aki szakács, szintén, ha jól gondolom, 3 éves képzésben, ugye Benedek? Igen. Na, te is tanulsz nyelvet? Tehát a 3 éves képzésben belül is van nyelvtanulás egyébként? Nyelvtanulás ugyanis ugyanúgy van, mint a nyelvi előkészítős képzésekben, csak itt nem egy külön évet szánunk ennek a dolognak központilag, hanem egyetlen nyelvünk van, és azt beleépítik a képzésünkben, tehát ugyanúgy van egy angol óránk, mondjuk heti 4-szer, és úgy megtanuljuk a nyelvet. Külön van mondva, hogy van egy szakmához kapcsolódó oktatás, és van egy általános nyelvoktatás. Neked kelleni is fog a nyelv, hogyha jól tudom. Ugye beszélgettünk, hogy te most fogsz végezni szakácsként, és hogy az a terved, hogy azért a világkonyhát is megismerd, igaz? Igen. Melyik gasztronómiai terület vonza leginkább? Merre fog vinni az első utad, ha teheted? Valószínűleg először Franciaországba fogok elmenni, mivel az én véleményem szerint az az alapja ennek a szakmának, ami ott hagyomány, ott keletkezett. Uh-huh. Ezután Ázsiába fogok menni, hát hozzám az áll a legközelebb, az a kultúra, az az ízvilág, illetve nagyon sok újítás van azon a területen. Az érdekel a leginkább. Hát nem mondom, hogy kis terveid vannak, de hát az a jó, hogyha valaki céltudatos, és azt gondolom, hogy jó szakácsból pedig sose elég. Úgyhogy én egy nagy kalappal kívánok neked ehhez, és remélem, hogy a nagy nevű szakácsok között fogjuk látni a nevedet egy pár év múlva, és kóstolhatjuk is azt, amit készítesz. Köszönöm. Lili? Itt van velünk Gál Lili, aki szintén cukrász. Ha jól tudom, Krisztával ti folyamtársak vagytok, vagy osztálytársak? Osztálytársak vagyunk. Na, téged mi hozott erre a pályára? Hát igazából nekem a szüleim is cukrászok, és hát nekem is így tetszett meg tőlük ez a szakma. És hát akkor így kerültem. Aha, egy egész családi dinasztia. Netán van cukrászatok is? Így van, igen van. Hogy éreztem rá. Ez téged nyomaszt, vagy inkább motivál ez a családi háttér? Hát valamilyen szempontból előny, meg hátrány, mert én úgy vettem észre, hogy többet várnak tőlem. De valamilyen szinten mert előny is, mert ugye otthon bármikor tudok segítséget kérni. Szóval előny is, meg hátrány is. Volt választásod, hogy hova mész? Könnyen kérdezek én itt a nagy nyilvánosság előtt, de nyugodtan azt is mondod, hogy nem válaszolsz rá. Persze, tessék? Volt választásom, persze.
Aha, és akkor ez lett mégis a szerelem. Igen, hát nekem így a vendéglátás tetszett mindig is, szóval én mindenféleképpen ebben szeretnék majd elhelyezkedni. És akkor gondolom, hogy a családi hagyományt vagy tradíciót fogod tovább vinni. Ez vár rá. Hát, lenne. Van kedvenc süteményed? Vagy cukrász terméked? Nem tudom, hogy lehet ezt helyesen mondani, de majd kijavítasz. Hát igazából én mindent szeretek szinte. És de a puncstorta az a kedvencem. Jaj, gyerekek, ezzel a puncstortával már annyiszor elhangzott ma, hogy nekem már lassan el kell mennem, és muszáj lesz beszereznem egyet. Vagy megyek hozzátok a tankonyhára, és megkóstolom. Nagyon sok sikert neked, Lili, és remélem, hogy találkozni fogunk a cukrászdában, hát vagy legalábbis egy kis kóstoló erejéig. És nem utolsó sorban itt van velünk kis Ignát Zoé. Szia, Zoé! Ja. Köszönöm, hogy ilyen türelemmel voltál itt, de hát azt gondolom, hogy jó egy más életútjáról hallgatni meg a karrierét. Most én nagyon élvezem. Na, te hogy kerültél ide a Gundelbe? Hát elég nehéz út volt. Igazából utolsó pillanatban jöttem rá, hogy úristen, nem tudom, hogy mi lesz a jövőmmel, de hoppá, én szeretek főzni. Hát akkor megpróbálom. Viszont a listámon először azt hiszem a harmadik helyen szerepel. Aztán eljöttem szóbelizni, és nagyon tetszett. Tetszett a légkör, hogy mindenki milyen beleéléssel csinálja. Nagyon sokat láttuk a diák önkormányzatot részt venni, ugye a nyílt napokon, a szóbelin is ők segítettek, és nagyon megtetszett. Mit kellett csinálnotok a szóbelin? Szerintem ez sokakat érdekel most a nézőink. Nem igazán emlékszek, viszont azt tudom, hogy nagyon izgultam előtte, beléptem. Hihetetlen, hát nem hihetetlen egyszerű, de sokkal könnyebb volt, mint amire számítottam, és hihetetlen kedvesek voltak a tanárok. Ezt már többen mondhatok, hogy nem arra voltak kíváncsiak elsősorban, hogy kvázi mit tudtok, tehát nem a kognitív tesztelés, hanem inkább a személyiségetekre. Te is így érted meg? Kérdeztek néhányat, inkább a családról, milyen a személyiségem, meséljek magamról, de igen, így volt. Zoé, és te most hanyad éves vagy? Én harmadikos vagyok. Most fogok végezni. Most fogsz végezni. Na, és hogyan tovább? Hova tovább? Valószínűleg elvégzem ugyanitt az érettségit, utána a tervben van képzésen a cukrász, és megyek egyetemre. Aszta! Akkor te nagyon beleszerettél ebbe a vendéglátós világba. Eléggé. Az jó egész van. Családom vendéglátós. Aha, akkor neked is jön ez családi hagyományból, vagy tradícióból? Hát láttam, hogy mennyire ők inkább kint vannak az emberekkel, viszont láttam, hogy mennyi új embert ismernek meg, és boldogan csinálják, mosolyogva, és tetszik. Mert mondjuk engem nem igazán sokan fognak elő látni. Hát figyelj, a back office is legalább annyira fontos, mint a front office, vagy hát az első rész meg a hátsó, hiszen az kerül terítékre, amit te alkotsz. Azt mondtad még, ami nagyon érdekes volt nekem, hogy neked nagyon fontos a művészet és a konyha művészet. Ezt itt ki tudod élni? Még teljesen nem, mert annyira gyakorlat még nem vagyok benne, de jó úton haladok, és menni fog. Fontos a tálalás? Fontos a tálalás, Zoé? Hogy gondolod, hogy egy étel fontos értékéből, vagy az élvezet értékéből mit tud hozzátenni? Hát szerintem ugye az ember először meglátja, és nem megkóstolja, és egy csúnyán tálalt ételt, hogyha az ember megkóstolja, nem fogja értékelni annyira, mint egy szépen, igényesen megtálaltat. Fontos nagyon. Te foglalkozol más művészettel is? Igen, nagyon sokat festek, rajzolok, és mi egyebek otthon. De ez csak hobbi. Én azt gondolom, hogy a hobbiból indul ki minden. Nagyon klassz, nagyon remélem, hogy azokat az ételkölteményeket is el fogjuk fogyasztani, amit készítesz. Annyira köszönöm, hogy ilyen őszintén és ilyen helyesen elmondtátok, hogy hogy vagytok, meg hol vagytok, meg miként vagytok. Úgyhogy egy nagy kalappal nektek minden irányba, és egy picit Szakácsi Ildikót szeretném megszólítani, aki gyakorlati oktatás vezető ugye a Gundel Károlyba. Szia, Ildi! Sziasztok! Na mit szólsz ehhez, ezekhez a srácokhoz? Tehát nap mint nap találkozol velük, de hallottál tőlük ennyire sokrétű, sok felé mutató irány?
Hát őszintén szólva szerintem ez az, ami a színészeknek a taps, amit most hallottunk, mert ezekről úgy nem szoktunk beszélni. Tehát ez nagyon, nem kérünk visszajelzést, ez igaz. Nagyon jó volt hallani azt, hogy bár mi valóban ez erre törekszünk és ezért dolgozunk, de azért, tehát tényleg azt mondja, ezért érdemes dolgozni, amikor ilyen visszajelzéseket kapunk a tanulóinktól. Na, hát ezt én is így érzem, és legalább akkor nektek is egy kis emocionális visszacsatolás is volt, meg hát természetesen az eredmények is benneketeket igazolnak. Egy picit segíts keretezni ezeket a dolgokat, és tájékozódni a felvételiző szülőknek, tanároknak, diákoknak. Ugye több szakotok van, ahogy elmondták, a srácok, lányok együtt van technikumi képzés, van szakiparági képzés, segíts, nem ez a helyes neve, ami ugye 3 éves, és van is olyan, hogy nyelvi előkészítő. Akik hozzátok szeretnének jelentkezni, gondolkoznak ebben, turisztikában, vendéglátásban, mi az, amivel nálatok találkozhatnak? Hát ugye külön választjuk a két iskolatípust, vagy képzési típust, ugye az technikum, a másik pedig, ami, ahogy most hívják, szakképzőiskola. Ugye ez volt szakiskola, szakmunkásképző, ugye ezek voltak a korábbi. A technikumi képzésünk az alapvetően 5 éves, hogyha valaki nyelvi előkészítővel választja ezt a lehetőséget, akkor az ugye plusz 1 év, tehát 6 évre növekszik a képzési idő. A technikumi képzés ad alapvetően egy érettségit, illetve egy szaktechnikusi végzettséget, ami lehet szakács, cukrász, vagy vendégtéri szakember, ez a pincén újjá képezett neve, illetve ugye turisztikai szaktechnikus lehet valaki. Ugye ami egy nagyon nagy változás a korábbi évekhez képest az egész szakképzési koncepcióban, hogy alapvetően a tanulók, hogyha egy ilyen iskolatípust választanak, akkor nekik nem kell konkrét szakmát választaniuk, hanem 2 évük van arra, hogy egy ilyen úgynevezett ágazati alapoktatást kapjanak, amiben az ágazathoz tartozó nálunk 4 alapszakmát meg tudják tapasztalni, de tényleg nagyon gyakorlatias megközelítésben, és bármelyik szakmát fogják választani, mindegyikhez ugyanazt az ágazati alapvizsgát kell letenniük, és az ágazati alapvizsga után kell eldönteniük, hogy melyik szakirányt választják, és innentől kezdve a szakmai tantárgyaik konkrétan egy szakirányra összpontosulnak. Van olyan nálatok, hogy valaki ezt a úgynevezett nulladik évfolyamot, a nyelvi előképzőt, vagy nyeket elhíresült nevén szeretné, és akkor azzal együtt, vagy olyan, hogy nem szeretné, tehát ez opcionálisan választható? Igen. Vagy ez... Igen, tehát van 2 nyelvi előkészítős osztályunk, és van nyelvi előkészítő nélküli lehetőség is. Igen, ez opció. Sőt, az egyik nyelvi előkészítős osztályunk azután a 2 tanítási nyelvi osztályként megy tovább, tehát még egy bónusz vagy egy plusz lehetőség, és akkor ott a szakmai tantárgyak egy részét majd egy bizonyos tanulmányi szint fölött már idegen nyelven fogják kapni. Van-e olyan javaslatot, hogyha egy szülő-diák otthon beszélgetnek arról, hogy hova? Hogyha pályaorientációban kell gondolkozni, képességekben, készségekben, mert itt azért tavaly is ugye szerepeltetek a Hova Tovább platformon, és nagyon sok minden előjött, hogy mondjuk egy cukrásznak, egy szakácsnak milyen állóképességre van szüksége, mennyire monotónia tűrésre, mennyire pontos feladat elfogadásra, meghatározásra. Hogy van esetleg valamilyen olyan felület, vagy olyan tanácsod, vagy olyan, nem tudom, támpont, ami segíthet abban, hogy mondjuk valakinek való ez az irány, vagy nem? Hát igenis, és nem is a válaszom. Tehát nyilván vannak olyan, nem sztereotípiák, de olyan alapvető képességek, amire azt mondom, hogy speciálisan ezekhez a szakmákség van rá. De ugye a mai iskolát választó fiataloknál szerintem az nagyon fontos, hogy tehát nekik az élethosszig tartó tanulás az nem egy üres frázis, hanem nekik ez már az alapeleme az életüknek. Tehát bármit választanak is, ezt nekik tudniuk kell, hogy mindig van más irány, vagy egy magasabb szinten történő ráépülés. Tehát szerintem a rugalmasság az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azzal mindenki rendelkezzen. Ha kifejezetten ezekhez a szakmákhoz néhány alapvető tulajdonságot szeretnénk meghatározni,
Hát szerintem azért egy jó teherbírás, állóképesség, és szerintem a kiváló kommunikáció az elengedhetetlen, és ez ma már egy szakácsnak és egy cukrásznak is, hiszen nagyon sok helyen látványkonyha van, nagyon sok helyen kell kommunikálni a vendéggel, vagy az értékesítésben résztvevő személlyel, tehát ezek ma már nagyon-nagyon fontos dolgok, és szerintem ezen a területen a nyelvtudás az elengedhetetlen. Uh-huh. Már szerintem most az élet összes többi területén is, de itt aztán végképp. Egy pár szó erejéig kanyarodjunk el a turisztikára. Nyilván egy világjárvány közepén beszélgetünk turisztikáról, tehát már alapvetően egy kicsit nehezített helyzetben vagyunk. Mit kell elgondolni, mert azért a szakács cukrász irányról úgy nagyjából szerintem mindenkinek van fogalma, és nagyon nem eltérő attól, amit tanultok vagy tanítotok, meg a karrier lehetőségekről. Mit tanulnak turisztikában? Ugye, hogyha az ágazati alapozó képzésen túl vagyunk, ami egyébként alapvetően a lakókörnyezetnek a helyi nevezetességeivel foglalkoznak megismerésével, illetve egy tanulói portfólió összeállításával, amit prezentálni kell. Utána attól függően, hogy majd idegenvezető vagy turisztikai tervező értékesítő lesz valaki, a tanulmányok elsősorban egyrészt nyilván gazdálkodási ismereteket, marketing ismereteket is fognak tartalmazni, de turisztikai termékeknek az értékesítése, kiválasztása, tehát idegenvezetői alapvető kommunikációs ismeretek, művészettörténet, ugye olyan földrajz, idegenforgalmi földrajz, tehát minden olyan tér, ismeret és információ, amivel utána sikeresen tudnak akár utazási irodában elhelyezkedni, akár idegenvezetőként dolgozni. Ha még nem akár, tudom, bocsánat, akár ugye a felsőoktatásba tovább menni, mert ez egy nagyon fontos lehetőség a szaktechnikusi képzésben, hogy az ugye nagyon-nagyon jó esélyekkel lehet bejutni szakirányba a felsőoktatási intézményben. Ez, amit elmondtak, itt az átalakulásról az egész szakképzési rendszernek, szerintem azért ebben van egy borzasztó jó dolog, hogyha még most nem nagyon tudja a gyermek, hogy mire képes, vagy mifelé irányulna, akkor ott a lehetőség, hogy betekintést nyer ugye 4 területre is nálatok, és utána szakosodik. Igaz? Igen. Egyrészt ugye betekintést nyer, másrészt pedig ugye számára is kiderül az, hogy mi az, amihez neki van kedve, meg van tehetsége. Tehát ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ami most újdonságként bejött az elmúlt évben a szakképzésben. Mennyire nehéz hozzátok bekerülni, és lesz-e szóbeli? Hát ez a nehéz bekerülnire azt kell mondanom, hogy szerintem igen. Most már évek óta több mint 10-szeres túljelentkezés van átlagosan a különböző képzési típusokba. Ez attól függ, hogy valaki technikumba vagy ugye a szakképző iskolába jelentkezik. A pályaalkalom, tehát az írásbelit mi figyelembe vesszük a technikumnál, illetve ugye ott van egy szóbelinek nevezett, de mi inkább pályaalkalmassági vizsgálatnak. Uh-huh. Ez viszont a szakképzőiskolára is érvényes, hiszen pályaalkalmassági vizsgálaton kötelező részt venni. Itt említették már a tanulók, hogy ez egyrészt áll egy interjúnak hívnám inkább, semmi szaktárgyi követelménye nincsen. Tényleg azt nézzük meg, hogy milyen kommunikatív, motivált, elkötelezett valaki, és aztán pedig egy ilyen játékos feladatsoron kell végigmenni, ami olyan, mint egy akadályverseny, amiben általános műveltséget, kis kézügyességet, gyakorlatiasságot nézünk, mérünk, és ugye ez még az, ami összeadódik a felvételinél. Uh-huh. És reméljük, hogy lesz szóbeli felvételi, mert a járványhelyzet azt adja, hogy lehessen. Sikerült tavaly is megtartanunk, úgyhogy mi most is abban reménykedünk, hogy ezt az idén is meg tudjuk tartani. Jól gondolom, hogy továbbra is a top szakmák között, vagy a legkeresettebb szakmák között vannak azok, amit ti tanítotok? Azt gondolom, hogy igen. Ez egyrészt látszik ugye a hozzánk jelentkezők, felvételizőknek a számából. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy olyan ágazat, aminek annyi kis szakterülete van, és egy szakterületen belül is annyi lehetőség, hiszen nézzük meg, ha valaki szakács akar lenni, nagyon motivált, nagyon kreatív,
törhet a Michelin csillag felé, ha inkább egy monotonitástűrő, akkor mehet akár egy középkeztetésbe, vagy egy egyszerűbb helyre. Mire nagyon sok rétűek az elhelyezkedési lehetőségek, hogy igen, sikerszakma, és ráadásul olyan munkaerőhiány van jelen pillanatban ebben a szektorban, hogy én azt gondolom, hogy egy biztos megélhetési forrás is. És akkor erre mondanák egyszerűséggel, hogy enni mindig fogunk, jót enni mindig szeretnénk, finomat is, és azt is nagyon szeretjük, hogyha szépen elmesélik nekünk, hogy az épített környezetünkről mit lehet tudni. Én nagyon köszönöm nektek, én lekerekítésként feldobnék két lehetőséget, hogy mindenki még megszólaljon egyszer. Egyik kérdésem az az, hogyha választhatok, hogy melyikbe képzelitek el magatokat, vagy mire reagáltok egy-egy mondat erejéig. Az egyik, hogyha valakivel beszélgetnétek, kamasszal, aki most felvételizik, mit mondanátok neki, hogy miért jöjjön ide, mit tanácsolnátok, hogy mikor jöjjön ide. Vagy ezt választjátok befejezésként, vagy azt, hogy mondjuk hol tudjátok elképzelni magatokat 5 év múlva. A saját pályátokon, a saját céljaitok tekintetében valamelyikre kíváncsi vagyok a válaszra, és akkor most kezdjük Zoéval. Én mit mondanék egy kamasznak, választa, hogy kérdésre szeretnék válaszolni. Én nagyon ajánlom ezt az iskolát, mert nagyon erős tanításilag, jó a közösség, nagyon összetartó igazából mindenki, és igazából az osztályközösségek is általában nagyon jó. Szóval igazából az ember nem tudja nem szeretni. Köszönöm, mondja ezt egy vérbeli gondolás. Köszönjük szépen, Zoé. Benedek? Én igazából ugyanarra a kérdésre szeretnék válaszolni. Szerintem azért jöjjön ide az ember, hogyha tényleg meg akarja tanulni ezt a szakmát, és el is akar helyezkedni benne. Ugyanis ha ezekben a szakmákban akar elhelyezkedni, akkor mindenképpen egy jó támpont lesz neki az, amit itt megtanult, és mindenképpen használni fogja, majd tudni fogja majd használni az itt megszerzett tudását. Igazából, és szemben ennyi lenne. Akkor abszolút igazi gyakorlati tudást tulajdonítasz ennek. Nagyon szépen köszönöm. Krista? Én a második kérdésre szeretnék válaszolni. Hogy hol képzelem el magam 5 év múlva, az még rejtély, viszont úgy gondolom, hogy vagy a cukrász, vagy a szakács szakma között ingázni valahogy. De most a terv, mivel ugye én a külső gyakorlati helyen is dolgozom, egy cukrászdában is simán el tudnám magam képzelni a témával. Úgyhogy az is a cél. Szuper, sok sikert hozzá! Pali? Hát úgy gondolom, hogy mindenki, aki ezt az iskolát választja, az jól dönt, mivel én is úgy voltam vele, hogy amíg nem jöttem ide, nekem nem volt semmilyen célom, viszont itt mindegyik egy olyan szakma, ami ad egy célt és folyamatosan motiválja az embert. Én például nagyon szívesen el tudnám magam képzelni 5 év múlva akár egy étteremben, mint szakács, vagy szintén egy étteremben, mint felszolgáló. Uh-huh. Kíváncsiak leszünk, hogy melyik lesz az. Sok sikert hozzá. Csenge? Nos, hát én 5 év múlva úgy gondolom, hogy egy neves cukrászdában fogok dolgozni, vagy pedig a főiskolán fogok tovább tanulni, de mindenképp akármelyiket is választom, de leginkább a munkahelyre kiegyezve, mindenképp előnyen fogok indulni, mivel a Gundelman tanultam, és rendben itt mindent megtanítanak, nyilván nem itt kell, de még többet is hozzátesznek a jövőnkhöz, és tényleg felkészítenek minket minden esetőségre. Szuper, köszönöm szépen, és nem utolsó sorban Lili. Hát én azért ajánlom ezt az iskolát, mert tényleg hát így ember szemlélnek minket, és a szakoktatók is mindig minél többet akarnak belőlünk kidobni, és próbálnak minden az összes tapasztalatukat átadni nekünk, és mindig, hát így mindig segítenek mindenben, amiben csak lehetséges, és tényleg nagyon kedvesek mindig, és amúgy nem tudom, hogy segítenek. Köszönöm szépen!
további jó tanulást nektek. Ildikó, te sem úsztod meg az egy mondatot, és bármelyikre válaszolhatsz ugyanúgy, hiszen azt gondolom, hogy a tanárokat is nagyon fontos, hogy legyenek céljuk, de hát nyilván fontos az, hogy milyen környezetben vagytok, úgyhogy mit választasz? Hát az, hogy hol leszek 5 év múlva, ezt most szerintem még nem gondolom át, jó? De hogy mit tanácsolnék egy kamasznak, hogy miért válassza a Gundel, igazából csak az előttem szólókra annyiban szeretnék, vagy a szólókhoz annyiban csatlakozni, hogy aki komolyan gondolja, és elkezdett, annak mi minden segítséget megpróbálunk megadni ahhoz, hogy megtalálja utána a számításait ezen a szakterületen az életben. A legjobb duális partnerekkel, külföldi munka lehetőséggel, és az iskolában olyan hozzáállással, amivel azt gondoljuk, hogy tényleg sikeresen tud majd utána munkát vállalni az életben. Hát nagyon szépen köszönöm, én magam is voltam már nálatok is, tényleg egy nagyon jó hangulatú hely, én azt gondolom, hogy érdemes nagyon alaposan megnézni a képzési kínálatot. Most élőszoban, vagyis hát a virtuális téren keresztül hallottatok diákoktól, a szakmákról, a lehetőségekről, úgyhogy szeretettel ajánljuk a Hova Tovább 2022-ben a Gundel Károly vendéglátóipar és turisztikai technikumot. Nektek nagyon sok sikert, akár cukrászok, akár szakácsok lesztek, akár tovább tanultok, akár turisztika területen. Ildikó, nektek meg nagyon sok erőt, hogy továbbra is így tudjátok motiválni a diákokat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sziasztok!